egyre több a kényszereladó ingatlan Magyarországon, mert nem tudják fenntartani sem, meg értelme sincs sokaknak pénze. Ki fogja durrani az ingatlan lufi? Érkeznek a válaszok. Gyurcsány Soros Zelenszky, a magyar miniszterelnök semmiről sem tehet. Először is próbáljuk meg szerintem értelmezni a lufi fogalmát. Tehát vagy gömb, vagy nyuszi, vagy kiskutya, vagy bármilyen alakú, nagyon vékony gumiburok, ami levegővel, illetve hát viccesebb esetben héliummal van megtöltve. Amikor ez kidurran, akkor semmi nem marad. Tehát nagyon nehéz szerintem ezt az analógiát ráhúzni a magyar ingatlan piacra. Azt gondolom, hogy senki nem fogja tudni megmondani, hogy mi várható, hiszen annyi minden alakítja a mi ingatlan piacunkat, és ugye azt sem tudjuk, hogy ezek a hatások, ezek milyen irányban fognak elmozdulni. Nem tudjuk, hogy marad-e a háború, vége lesz a háborúnak. Nem tudjuk, hogy az energiahordozók árai csökkennek, vagy növekednek-e. Nem tudjuk azt, hogy az infláció mérséklődik, vagy pedig az egekbe emelkedik. Nagyon-nagyon sok mindenről nincsen fogalmunk. Például nem tudjuk azt, hogy az infláció meddig csökkenti az ingatlanok árát, és mikor van az, amikor már ebből a szempontból a negatív hatása érvényesül. Szóval olvashatsz elemzéseket, de sose felejtsd el, hogy a 2008-as válság előtt senki nem szólt nekünk, hogy milyen komoly pénzügyi válság készülődik. Tehát azt javaslom, hogy ha azért tetted fel ezt a kérdést, mert szeretnél esetleg ingatlant vásárolni, akkor vedd alapul a jelen helyzetet, és ugyanezt javaslom ingatlan értékesítésnél is. Ha most megéri neked a tranzakciót végrehajtani, akkor csinálj, de ne várj arra, hogy egy-másfél év múlva valamilyen brutális összeomlás, vagy valamilyen katasztrófa fog történni, nem valószínű, hogy így lesz.